képért két napon át végeztek koronavírus teszteket Békés megyében. Volán mögött újra vizsgázhatnak a járművezető jelöltek. Áll az élet a Békés Csabai Akadémiákon, még nem indultak újra a csoportos edzések. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Nem csak az egészségügyben és a rendfenntartásban dolgozókat illeti köszönet, hanem a fegyelmezett lakosságot is, kezdte összefoglalóját Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján elmondta, hogy az országos helyzet megfelel a korosztályi eloszlásnak. Hangsúlyozta, hogy továbbra is a fővárosban és Pest megyében a legnagyobb a fertőzöttek száma. Kis Róbert rendőr alezredes a hatósági házi karanténokkal kapcsolatban ismertette, hogy május 6-a óta több mint 370-en jelentkeztek önkéntes elektronikus ellenőrzésre. Az alezredes kiemelte, hogy a kormány a budapesti és Pest megyei korlátozások enyhítéséről szerdán hoz döntést. Lezajlottak a koronavírus szűrések Békés megyében. A szakemberek a vizsgálatokat vasárnap és hétfőn végezték el, és csak azokat szűrték, akik behívót kaptak levélben, ügyfélkapun vagy telefonon keresztül. Az országszerte végzett tesztekből többek között az állapítható meg, hogy mennyien estek már át eddig a koronavírus fertőzésen tünetmentesen. Békés megyében 20 településen közel 700-an vettek részt a teszteken, melyeket a megyében a Szegedi Tudományegyetem szervezett és bonyolított le. Orrból veszünk mintát, és a garatból veszünk mintát. A vizsgálathoz szükséges eszközöket mutatják a Szegedi Tudományegyetem szakemberei szombaton, egy nappal a szűrés kezdete előtt. Az egyetem klinikai központjának elnöke arról tájékoztatott, hogy két vizsgálatot végeznek a helyszíneken. Az egyik az orr- és garattörléssel nyert váladékvétel, az úgynevezett PCR vizsgálat segítségével. Ez a vizsgálat mutatja ki azt, hogy valakiben jelen van a vírus, tehát fertőzött és fertőzőképes. Másrészt történik egy vérvétel, és az így nyert vérsavóból pedig azt nézzük meg, hogy van-e a vírus ellen termelt ellenanyag. Tehát, hogy átesette a vírusfertőzésen. A Szegedi Tudományegyetem kancellárja kiemelte, a szűrővizsgálatok szigorú szakmai előírások mellett komoly logisztikával történnek. Nekünk 14 nap alatt kell 92 helyszínen megszervezni úgy a szűréseket, hogy azért itt vannak olyan szakmai előírások, amik mondjuk arról szólnak, hogy a mintának 4 órán belül vissza kell érkezni az egyetemi laboratóriumba, tehát mondjuk Szolnok megye esetében ez azért egy nehezebb feladat. A Magyar Orvosi Kamara Békés megyei elnöke arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy amennyiben meghívást kapnak a szűrővizsgálatra, jelenjenek meg azon, hiszen a részvételi arány függvényében pontosabb adatokra tehetnek szert a szakemberek. Abban az esetben, hogy tudjuk, hogy milyen arányban fordul elő fertőzött Békés megyében, tudjuk a jövőben is kialakítani ezt a stratégiát, hogy mennyire határoljuk el az embereket a szomszédjától, munkahelyen, környezetében, és ez egy biztonságot jelenthet, hogy milyen intézkedéseket tegyünk. Hát végig az a célunk, hogy Békés megye, amely a fertőzöttek számában az utolsó között kullog, hál' Istennek, ezt tudjuk megőrizni, és változatlanul nyugodtan éljük életünket. A térség országgyűlési képviselője is a vizsgálaton való részvétel fontosságára világított rá. Azért is jó, hogy eljönnek, mert ők maguk is megtudják azt, hogy átestek-e a fertőzésen. Másrészt mondom, az ország, a társadalom átfertőződöttségét ez alapján lehet majd megállapítani. A szűrések Békés Csabán a Csaba Gyöngye Kulturális Központban zajlottak. Stábunk vasárnap délelőtt járt a helyszínen, ahová a meghívottak folyamatosan néhány percenként érkeztek. Hát ebben a korban is mondjuk eléggé nem akarnák ágynak dőlni. És akkor, hogyha ezzel segíthetek a injekció, vagy minek az előállítására, akkor az nekem nagyon jó. Hát nagyon. Nem is tudom, úgy meg voltam hatodva, amikor hívtak, hogy ebbe a korba is.
Többen voltak, akik kitöltötték a szükséges papírokat a teszt reményében, viszont nem rendelkeztek a Központi Statisztikai Hivatal által kiküldött levéllel, így ők nem vehettek részt a vizsgálaton. A meghívottak szűrése hétfőn zárult le. Május 6-ától Budapest és Pest megye kivételével újraindultak a közlekedési vizsgák az országban. A forgalmi vizsgákat hétfőn Békés Csabán is megkezdték. A papírmunkával együtt már csak az utolsó simítások vannak hátra a vizsga előtt. Mielőtt a vizsgázók elindulnak az oktatóval és a vizsgabiztossal a kijelölt útvonalon, leellenőrzik az autójelző rendszerét is. A vírushelyzet miatt március 19-e óta nem lehetett közlekedési vizsgákat tenni és utánképzéseket tartani, így többen csak most bizonyíthatták tudásukat. Március 24-én vizsgáztam volna, nem volt, amit elfelejtettem igazából, könnyebb ment. A vizsgák márciusi leállítása nem csak a tanulók, hanem az oktatók helyzetét is nehezítette. A kényszerű szünet ugyanis több esetben torlódást is jelentett. Békés Csabán ez a probléma ugyanakkor várhatóan nem jelentkezik ekkora arányban. A hatóság is fel volt készülve erre a problémára, tehát itt sincs torlódás. Amúgy pedig akinek bárkinek volt olyan tanulója, aki vizsga előtt volt már, azzal azt a pár órát le tudtuk oktatni, tehát itt most volt egy 3-4 nap felkészülési idő, hogy tudtunk velük dolgozni. Kisebb bizonytalanság majdnem mindenkinél észlelhető, de a tanulók hamar visszarázódtak és felvették a tempót, emelte ki a szakoktató. A vizsgák technikai lebonyolításához a vírus helyzet miatt új feltételeknek is meg kell felelni. A kézfertőtlenítés, a szájmaszk, a gumikesztyű, illetve a biztonságos távolság megtartása, ez ami feltétlenül meg kell, hogy történjen, meg kell, hogy valósuljon a vizsga során. Mivel a vizsgaközpontok kapacitása véges, ezért a járművezetőjelölteknek az újraindulást követő első időszakban számolni kell bizonyos várakozási idővel, hangsúlyozta Dobrocsi Endre. Hétfőn a nemzetiségi nyelv és irodalom, illetve a filozófia tantárgyakkal folytatódtak az érettségi vizsgák. A hét további részében a választott tantárgyak következnek, például hátra van még a földrajz, a biológia és a kémia is. Ezeken a vizsgákon már jóval kevesebben vesznek részt, így egészségügyi szempontból is kevésbé kockázatos az vizsgázók előtt álló hét. Az eddigi vizsgák országszerte fennakadás nélkül az óvintézkedések szigorú betartásával zajlottak le. A teljes vizsgaidőszakban közel 70 ezer végzős középiskolás érettségizik, a jelentkezők együttesen közel 355 ezer vizsgát teljesítenek. Több kreatív pályán dolgozó alkotót ingatott meg a kijárási korlátozás időszaka. A 7.tv által megkeresett dizájntermékeket gyártó tervezők és stílustanácsadók beszámoltak arról, hogyan kellett alkalmazkodni ehhez a helyzethez, és milyen változások történtek a szektorukban az enyhítés ideje óta. A vészhelyzet kihirdetése sokaknak okozott nehézséget, mind a négy fal közé szorított időtöltés, mind pedig a megélhetés miatt. Domokos Dóra ékszertervező, acél és bőrékszerekkel foglalkozik, legtöbb munkáján megtalálható az acél felületére hímzett cérna minta. Eddig online szolgálta ki a vásárlói igényeket, és elmondta, hogy érzékenyen érintette a kreatív pályán dolgozókat a korlátozás időszaka. Abszolút mindenkit, vagy ezt a szektort meg különösen eléggé súlyosan érintette. De most már azt látom így egy hónap, tehát hogy a március közepe volt az, amikor egyik napról a másikra így minden felfordult, egy csomó üzlet bezárt, és vagy végleg, vagy átmenetileg. Domokos Dóra mindennek ellenére szerencsésnek érzi magát a folyamatos megrendelések miatt. Bejelentkezéssel fogad ügyfelet a megfelelő higiéniai szabályok betartásával. A stílus tanácsadók is alkalmazkodtak online konzultációs szolgáltatásokkal, amit jelenleg 200-an vesznek igénybe. Mostani megváltozott helyzetben
meg kiemelten fontos az, hogy ne hagyjuk el magunkat, mert ha elhagyjuk magunkat, akkor elkezdünk szomorúak lenni, gondolkozni, begupózni, de hogy fel tudjuk húzni magunkat a ruhákkal. Az egyedi tervezésű ékszerek mellett egyre nagyobb teret kapnak az újrahasznosított dizájntáskák is. A 7.tv által megkeresett tervező használt lakossági textillel foglalkozik. Jelenleg még nem érzékelünk igazából változást az enyhítésekkel kapcsolatban. Mi egy júniusi nyitást tervezünk. Nekünk még közben szólt egy kisebb műhely költözés, egy kisebb műhelybe fogunk költözni, és ezért is döntöttünk úgy, hogy ezt a hónapot még ugyanígy az otthoni műhelyünkből fogjuk levezényelni. A nyári fesztiváljaikat is lemondták, ebben sem számít változásra, továbbra is az online kommunikáció fejlesztésében látja a lehetőséget. Egyre több fecske érkezik haza Afrikából a költési időszakra, de az elmúlt években jelentősen csökkent a magyarországi populáció száma. Néhány apró figyelmességgel segíthetünk ezeknek a madaraknak, sőt még azt is megoldhatjuk, hogy ők se okozzanak nekünk kellemetlenséget. Cserében rengeteg szúnyogot és legyet elfogyasztanak. Hazánkban a háromból két fecskefaj nem bánja az ember közelségét. Vidéki környezetben, azoknál a házaknál, ahol állatokat tartanak, a füsti fecskék érzik jól magukat. A városi környezetben, a társasházi ablakok zugaiban a molnár fecskék építenek kolóniákat, ezzel azonban néha kellemetlenséget okoznak. A fészek alá egy darab deszkából, bármiféle hulladékból, építési hulladékból, egy szalag parkett a darabból, akármiből lehet csinálni egy olyan kis polcocskát, ami a fecskefészek alá felhelyezve a fecskepiszkot felfogja. Ezt a költési szezon végén egyszerűen letakarítjuk, és utána a következő évben már megint jöhetnek a fecskék, a falunkat, a párkányunkat akkor nem piszkítják össze. Ha a fészeképítést szeretnénk megkönnyíteni ezeknek a madaraknak, akkor az ilyen aszályos időszakban készíthetünk kertünkben mesterséges pocsolyákat, amelyekben folyamatosan találnak sarat. Segíthetünk műfészek kihelyezésével. A műfészkeket egyébként több helyen árusítják, ezt lehet kereskedelmi forgalommal is találni, hogyha az interneten valaki rákeres, akkor hamar rábukkan erre. De vannak tervrajzok is, amik alapján otthon bátran nyugodtan ezt el lehet készíteni. Akár egy családi szórakozás, egy vasárnap délutáni jó kis buli lehet ez otthon. Ha nem szeretnénk lakótársakat, akkor helyezzünk az ablakba szalagokat, ezzel meg tudjuk akadályozni, hogy fészket építsenek. A fecskefészkeket törvénytelen leverni, figyelmeztet a szakember. Mint mondta, már az is segítség, ha nem a költési időszakban tesszük tönkre a fészket, amivel meghiúsítanánk a fecskepár egész éves utódlását. A kormány enyhítő intézkedései következtében engedélyezetté vált a csoportos edzések megtartása, de egyelőre még nem él minden klub ezzel a lehetőséggel. Békés Csabán a röplabda és a labdarúgó akadémia sem tart még edzéseket, egyelőre a részletek kidolgozása zajlik. A Békés Csabai Röplabda Akadémia épülete egyelőre üresen áll, a létesítményt ugyanis még nem adták át. A BRS-nél már tervezik a csoportos edzések újraindítását, de egyelőre még az iskolákkal egyeztetnek a tornatermek használatáról. Amíg a használatbevétel engedélyt ugye nem kapja meg az egyeset, illetve az épület, addig ugye ebben értelemszerűen nem tudunk edzésmunkát folytatni. A városi sportcsarnokot éppen felújítják, tehát az a terem is úgymond kiesett ebből a rendszerből. Úgyhogy most a tervezés fázisában vagyunk, mi mindenféleképpen szeretném már májusban következő két hétben elindítani valamiféle fajta foglalkozásokat, az edzéseket. A Békés Csaba labdarúgó akadémia területén még csak próba jelleggel zajlanak egyéni edzések. Az akadémia vezetője elmondta, hogy terveik szerint kis csoportokban indítanák újra a tréningeket, de egy játékos legfeljebb egy órán keresztül vehetne részt a foglalkozásokon. Jakab Péter hozzátette, egy térfélen egyszerre 6-8 játékos edzhetne együtt. A szakember arról is beszélt, hogy az online edzések új lehetőségeket nyitottak meg számukra.
Az annyira tetszik nekem, hogy amennyiben a vírus elmúlik, és ugye szabaddá válik a rendes edzések megtartásának lehetősége, mi azután is szeretnénk ezeket a zoomos edzéseket beépíteni a saját képzésünkbe, mert ezáltal növelhetjük a játékosaink labdaérintés számát. Egyrészt, ha az technikai edzés, másrészt pedig az erőnlétit át lehetne helyezni ezekre a zoomos edzésekre, és akkor a pályán eltöltött időben több időt lehetne a labdával kezdeni. Az egyesület vezetése a tervek szerint nem engedélyezi majd az öltözők használatát, illetve több helyen fertőtlenítő szereket helyeznek ki. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!